különleges gyakorlaton a teljes évfolyam itt van a gyakteremben. Számotokra bemutatni. Ez a mai gyakorlat több szempontból is rendkívüli. Egyrészt mivel a fehérés gyakorlathoz hasonlóan virtuális módon próbáljuk számotokra ezeket a dolgokat megmutatni, azonban a járványügyi helyzet miatt továbbfokozódott az izgalom, és a munkatársaimmal én magam sem találkozhatok, így egy vagy esetleg két kollégámmal együtt fogjuk ezt a mai szeánszt számotokra felvezetni részletekben. Azért is különleges a gyakorlat, mert sok olyan technikával fogtok megismerkedni manuálisan, amelyek egyébként a korábbi évfolyamoknak nem volt szerencséje. Lévén ezek a technikák rendkívül költségesek, sok millió forintba kerül egy kísérlet, ezért aztán értelemszerűen nem tudjuk a hallgatók számára ezt lehetővé tenni, és korábban ezeket a videókat még nem készítettük el, így kizárólag elméleti oktatásban volt részük a hallgatóknak, anélkül, hogy bármit is láttak volna technikailag, hogyan kell ezeket a dolgokat kivitelezni. Lássuk tehát, hogyan is történnek ezek. A mai órán különböző szekvenálási módszerekkel, illetve különféle egyéb a transzkriptomikai vizsgálatokra alkalmas módszerekkel fogunk titeket megismertetni. Lesz közt a rövid és hosszú rét szekvenálás, kvantitatív PCR, illetve digitális PCR egyaránt. Ezek a technikák nem kizárólag transzkriptomikai analízisre alkalmasak, hiszen genomot is tudunk velük vizsgálni, DNS-t is tudunk vele vizsgálni, de mivel a kutatócsoportunkban elsősorban RNS, expressziós analízist végzünk, így úgy gondoltuk, hogy magába a kutatási folyamba avatnánk be titeket. Kutatócsoportunkban rengeteg vírussal foglalkozunk, és ezeket elsősorban transzkriptomikai módszerekkel vizsgáljuk, különféle szekvenálási technikákat alkalmazunk, és az RNS-ek kifejeződését analizáljuk. Az RNS-ezeláráshoz total RNS tisztító kitet használunk. Ezek olyan előre elkészített, mindenfajta reagenseket tartalmazó egységek, amelyben minden reagens megtalálható, amellyel különböző szövetekből vagy sejtekből ki tudjuk nyerni az RNS-t. Miért total RNS? Azért, mert minden típusú RNS-t megkapunk a tisztítást követően. Milyen típusú RNS-ekre kell itt gondolni? Nyilván, ami minket leginkább érdekel, ezek a messenger RNS-ek, illetve mi vizsgálódunk úgynevezett nem kódoló RNS-ek irányába is. Ezen kívül azonban értelemszerűen például a ribosomás RNS-ek is benne lesznek a mintánkban. Ennek igazából mi nem nagyon örülünk, hiszen ha visszaemlékeztek a BIOS tanulmányaitok azon részére, amikor különféle RNS típusok sejtben valódi arányáról tanultunk, emlékezhettek rá, hogy a ribosomális RNS-ek rendkívül nagy hányadát képezik az össze RNS-nek, több mint 90%-át, ez fajtól, sejtípustól függhet, inkább 95% köré tenném ezt a százalékos arányt. Hogy ettől megszabaduljunk, kétféle módszer is létezik, legalább kétféle módszer, mi kétfélét szoktunk alkalmazni, egyikét úgy hívják, hogy ribodepléció, a másikat pedig úgy hívják, hogy poliánszelekció. A ribodepléció révén minden ribosomás RNS-t eltávolítunk, de minden más RNS típus benne marad a mintánkban. Ez azért jó, mert például a nem poliánfalokkal rendelkező, például hosszú nem kódoló RNS-ek között találunk sok-sok ilyet, ezek is benne maradnak a mintánkban, ami számunkra érdekes információkkal szolgálhat. Most pedig gyorsan megpróbálom megmutatni nektek azt a néhány eszközt és kitet, amely a mai alkalommal szükségünk lesz. Ahogy azt említettem nektek, én total RNS-ből ribodeplécióval fogok kinyerni olyan RNS mintát,
amelyben a riboszomás ellenást kivéve minden megtalálható. Ehhez egy úgynevezett ribodeplécet fogok alkalmazni, amely a hűtőben található. Ezt használjuk, illetve van ennek egy tisztító, úgynevezett cleaner modulja is. Amint említettem, a kollégám viszont poliérszelekciós kittel dolgozott. Ezt itt láthatjátok. Többféle ilyen kittel is rendelkezik. Ha már ezeket a kiteket megmutatom, akkor nézzük azt, hogy egyáltalán a totálrenest mivel nyertük ki. Ehhez is kitet használunk, úgy hívják, hogy Nucleospin RNA 2, RNA 2. Egyébként számos egyéb különböző szövetekből, vagy sejtekből DNS-re, RNS izolálásra alkalmas kittel rendelkezünk, mindenfajta cégek gyártják ezeket, amint itt a polcokon láthatjátok. Ez is egy izoláló kit, ezzel a kittel pedig mikroRNS-eket tudunk izolálni. A hátsó labor részben is tartunk néhány izoláló kitet, itt például egy mikrobiom izoláló kit látható. Az RNS-ekkel való munka nagyon nem könnyű, ennek az az oka, hogy rendkívül érzékenyek. A környezetünk tele van RNS-eket bontó enzimekkel, környezet alatt értem azt, hogy akár az én tenyerem is, ezért viselek kesztyűt, és a kesztyűre sem kell vigyázni, hogy ha összetaparolunk akármit, akkor cserélni kell a kesztyűt, hiszen akkor újra jó eséllyel enzimekkel szennyezett lesz a kesztyűnk, olyan enzimekkel, amelyek az RNS-einket lebontják. Tehát ez egy nehezítő tényező, azonban a legtöbb technika az első egy-néhány lépést követően már nem RNS szinten folyik, hiszen az RNS-ből DNS szoktunk készíteni. Mielőtt azonban ez megtörténik, az első lépés minden esetben az, hogy a totál RNS-ünknek a minőségét leteszteljük. Ez a minőségi ellenőrzés a mi laborunkban, a mögöttem látható úgynevezett Tape Station nevű készülékkel történik. Ez a készülék tulajdonképpen a total RNS-ben megtalálható riboszomális RNS-eket detektálja. A riboszomális RNS-ek kis és nagy egységének van egy jellegzetes futási képe. Futási kép alatt körülbelül azt értem, mint amikor a G-elektroforézéssel megfuttattuk mondjuk a fehérjéket, vagy korábban a DNS-t, és egyes fehérjék, egyes DNS fragmensek, azok adott idő alatt, adott sebességgel bizonyos pozícióba érkeznek meg ugye egy markerhez viszonyítva. A gélben tulajdonképpen ez a készülék is egy hasonló funkciót lát el, meghatározott sávban kell megtaláljuk a riboszomális RNS-eknek az adott fragmenseit, és hogyha azok ott találhatóak, akkor a készülék úgy fogja érzékelni, hogy az RNS-ünk jó minőségű, egyébként egy pontos számadatot is hozzárendel a gép az RNS-ek minőségéhez, ezt úgy nevezik, hogy RIN, vagyis RNA Integrity Number, az RNS-ek integritására vonatkozó szám, 0-tól 10-ig van a skála, minél nagyobb, annál jobb. Mi 9 alatti RNS-ekkel nem nagyon szeretünk dolgozni, mármint 9-es RIN érték alatti RNS-ekkel. Ezek gyakorlatilag garantáltan szinte teljes épségű RNS populációt jelentenek. Beszéltünk ugye arról, hogy az RNS rendkívül érzékeny. Emiatt az RNS-ekkel való közvetlen munkát egy ilyen RNS-es fülkében szoktuk végezni. Itt minden eszköz rendkívül körültekintően kerül behelyezésre. Ezeket nem hozzuk ki úgymond a labor szabad levegőjére, és a laborból sem pakolászunk oda be semmit. Tehát azok a fülkkel a található pipetták, pipettahegyek, azok kizárólag az RNS-es munkára valók. Az RNS-es munkákat megelőzően mindig bekapcsoljuk a fülke UV lámpáját, egy hosszabb, rövidebb sterilizálás céljából. Nem kell félni, az üveg UV biztos. Most akkor megkezdjük a ribodeplécét, ez azonban föl kell menjünk a második emeleti -80-as hűtőbe, ugyanis ott kell tároljuk az RNS-eket azoknak érzékenysége miatt. Na
Megérkeztünk fentre az RNS-ekkel, ugye említettem korábban azt, hogy az RNS-ek szinte kizárólagos nagy speciális fülkkel dolgozunk, ez alól kivétel néhány olyan lépés, például centrifugálás, vagy koncentrációmérés, vagy a RNS minőségének elemzése a tévstationnál, hiszen ezeket a gépeket nem tudjuk betenni a fülke alá. Ilyenkor azonban ezt a felületet, ahol dolgozunk, hiába nem érünk hozzá konkrétan az asztalt az RNS mintánkkal, egy ilyen RNS eltávolító sprével fertőtlenítünk, vagy hát takarítani szoktuk, most a fertőtlenítés szó az emberek mindennapjába beköltözött elég erőteljesen, de mi ezt egyébként másokok miatt a rendes hétköznapjainkon is gyakorolni szoktuk. Ezt a protokollt fogjuk használni a ribadeplécióhoz. Nem frissen nyomtattam, ez már egy kicsit viseletes darab, de a lényeget nem változtatja. A kiindulási anyagunk 1 és 5 mg között kell, hogy legyen, tehát ilyen mennyiségű totalernásból kell kiinduljunk ahhoz, hogy a végén egy adott protokollt követve meghatározott tisztaságú, tehát riboszomás, RNS-mentes mintát kapjunk. Amint láthattátok, az RNS-eket egy ilyen speciális tartóban hoztam le, ami igazából közel egy órán keresztül bírná tartani a mínusz 80-at az RNS-ek számára, és nyilván ezeket kiveszem belőle, hiszen fel kell olvadjanak ahhoz, hogy dolgozni tudjunk velük. Amint azonban kivetem a megfelelő mennyiségű mintát belőlük, egyből teszem is vissza. Az RNS mennyiségét ezzel a Qubit készülékkel fogom meghatározni, amelyhez speciális próbákat kell használni. Az itt látható RNS-ekből egy mixet fogunk a mostani kísérlethez használni, ez azt jelenti, hogy nem vagyunk kíváncsiak az vírus különböző fertőzési időpontjaiban, hogy hogyan működik, egyáltalán arra vagyunk kíváncsiak, hogy működik-e, és ezek a minták egy bizonyos kezelésnek voltak alávetve. Úgyhogy a különböző időpontokat egybe keverjük. Mielőtt azonban a ribadeplíciót megkezdenénk, meghatározzuk a koncentrációját, ehhez ennek a Qubit készüléknek a speciális kitjét fogok használni, méghozzá egy RNS specifikus, nagy érzékenységű puffert és reagást. Amíg az RNS-eink olvadoznak, addig összemérem ezeket a reagánsokat. Elkészült a mixünk, kész van a Qubit méréshez alkalmas reagáns is. Úgyhogy a következő lépés, hogy egy mikrolitert a mixből, az RNS mixből hozzáadunk ez a reagánshez, és mérjük a Qubittal. Egy mikroliter. Az RNS mixből. Az elkészített reagensbe. És egy röpke. Pörgetést követően. Jöhetünk is a géphez, a mintával, Qubithoz. Kiválasztjuk azt, hogy RNS, nagy érzékenységű reagenst használtam, tehát high sensitivity, és kiválasztjuk azt, hogy run samples, először behelyezzük a mintánkat, lecsukjuk. Run sample, egy mikrolitert vittem ugye bele a mintánkba, rétjük. 162 nanogram per mikroliteres a mintánk. Ez fantasztikus, hiszen nekünk van körülbelül 2-300 mikroliterünk, mindjárt összeadom hány csövünk volt, 10 darab, szóval 20, 200 mikroliterünk van kerekem, tehát 200-tól 162 nanogram RNS-ünk van a ribadeplécióhoz. Na durván ki is számoltam, tehát ugye, hogyha mikroliterenként 162 nanogram RNS-ünk van, az azt jelenti, hogy a 200 mikroliterünkben durván 32 mikrogram található, a felső határa a kitnek 5 mikrogram, tehát körülbelül 33 mikroliter mintából kell kiinduljunk ahhoz, hogy a reagáns jól működjön. A ribadepléció első lépése egy hibridizációs lépés, ennek során úgynevezett eukarióta próbákat hibridizálunk, kapcsolunk hozzá a total RNS mintánkhoz. Ezt hibridizációs puffer használatával végezzük, ez egy kétszeres töménységű puffer, amelyet a protokoll szerint 50 fokra kell felmelegítsünk, ezt én már behelyeztem egy termoblokba. Ehhez az 50 fokos hibridizációs pufferhez kell hozzá keverjünk 4 mikrolitert
a Ribomainos nevezetű eukarióta próba mixből. Ez a Ribomainos egyébként az egy ilyen brand tulajdonképpen. Totál RNA-st a protokoll szerint 1 és 5 mikrogram közötti totál RNA-sból indulhatunk ki. Mi, ahogy megbeszéltük, 5 mikrogramot használunk, amely 33 mikroliter, és nukleázmentes vízzel kell az egész reakció elegyet 100 mikroliterre kiegészítsük. Én lehozigálom itt a korábbi számolásokat. Ugye van egyszer 50 mikroliterünk plusz 4 plusz 33 az 87, tehát 13 mikroliter vizet kell nekünk az egészhez hozzáadni ahhoz, hogy 100 mikroliteres végtérfogatunk legyen. A hibridizációs pufferünk itt van 50 fokon, míg a speciális próbánk, már elővettem a minusz 20-as hűtőből, és a fülke alatt található jelenleg egy minusz 20 fokot biztosító tartóban. Itt van tehát a fülkénél, és összemérem ezt a négy pomponást, amiről beszéltünk. Kezdjük a vízzel, 13 mikroliter. Összeraktam tehát a négy komponást, kicsit összekevergettem, és most 70 fokon inkubálódnak 10 percig, azt követően pedig 37 fokra át kell dobni egy 20 perces inkubációs időszakra. Tehát jelenleg 20 percen keresztül 37 fokon inkubálódnak, ez alatt el kell készítsük a mágneses bédeket. Egyszeres töménységű hibridizációs pufferben felvettem a bideket. Az egyszeres töménységű hibridizációs puffert úgy tisztettem el, hogy egységi mennyiségű vizet ugyanannyi mennyiségű kétszeres töménységű pufferrel kevertem össze. Egyszerűen a cég ilyen kétszeres töménységben küldi a kittel ezt a puffert. A protokoll során van, amikor a kétszer töményet kell használjuk, amikor egyszer töményet, ilyenkor kell készítsünk egy hibítást. Miután ebben felvettem a bideket, 37 fokra tettem ezt a mintát is az RNS minták mellé. Egész odaig, amíg az RNS-ünk, ugye a próba mixel kevert RNS-ünk ott inkubálódik, addig a bídnek is szintén ott kell inkubálódni a 37 fokon. Letelt az inkubáció. Az RNS próba mixet hozzápipetteztem a bídhez, és ezt követően további 5 percen keresztül kell ezt a most már keveréket 37 fokon inkubálni. Tehát az 5 perc inkubáció, most már annyi dolgunk mindösszesen, hogy az RNS próbamixet tartalmazó bídeket mágnesre tegyük, és megvárjuk, amíg kitisztul. Kész is, tulajdonképpen. Fogunk egy üres ötlenülöcsöre, és a körülbelül 300 mikroliternyi így RNS mintánkat, ami már nem tartalmaz ribosomális RNS-t, hiszen azok a beadhez vannak kötve. Elpipettezzük egy tiszta új ependors csőbe.
gyors készrezerenés. Elkészültünk tehát azzal a mintával, amely tartalmazza az összes elemes kívül a ribosomás elemeseket, ugye ez volt a célunk. Azonban ez a protokoll ez egy nagyon nagy térfogattal záródik, 300 mikrométerben van jelenleg az RMS-ünk, és ugye valószínűleg az RMS-ünk 95%-át el is vesztettük, úgymond ez volt a célunk, hogy ne legyen benne ribosomás RMS, tehát nagyon-nagyon kicsi a koncentráció. A könyvtárkészítéshez, a szekvenási könyvtárkészítéshez viszont nekünk egy töményebb minta kell, ezért be kell koncentrálni a mintánkat, ehhez a kitnek az úgynevezett koncentráló modulját fogjuk használni. Szóval úgy kell elképzelni, hogy vannak ilyen speciális bédek, amelyek megkötik a nukleinsokat, tehát most minden RMS-t, ami mintában meg fogják kötni, ezzel fogjuk összekeverni, és ezt követően mágnesre helyezzük a mágnes ezeket a bédeket, és a bédhez kötődő nukleinsokat odavonza a mágnes falához, az oldatunk az, amely tulajdonképpen az a vizes közeg, amelyben jelenleg az elemeseink találhatóak, azt el tudjuk ezáltal dobni. Ezt követően alkoholos mosás következik két lépésben, majd a végén előálljuk a mintánkat, tehát egy előálló folyadékkal, ami sok esetben előálló puffer, de néha vizet használunk, lezmentes vizet, ezt hozzáadjuk a bédhez, és ez lemossa a bédről az addig hozzá kapcsolódó nukleinsavakat, és ezáltal meg tudjuk határozni azt, hogy a nukleinsavak milyen koncentrációban legyenek a mintánkban. Tulajdonképpen térfogatot határozzuk meg, megmondjuk, hogy 10, 20 vagy akár 100 mikrométer, ilyen előálló folyadékot adunk a bédünkhöz, és az lesz tulajdonképpen a végtérfogat a mintánknak, és nyilvánvalóan minél kisebb térfogatot alkalmazunk, annál tömegyebb lesz a mintánk. Elkészültem a minta bekoncentrálásával. Utolsó lépés már csak annyi, hogy lemérjük a koncentrációt, már kimértem a qubit reagenseket is. Itt van minden. ...7,46 nanogram per mikrométeres lett a mintánk. Megkezdjük az Illumina platformra a könyvtárkészítést az alábbi kittel. A CHX-el kezelt és a korábban bemutatott ribodepletált mintából, illetve egy korábban elkészített ribodepletált mintából, elefánt herpeszvírusból fogunk könyvtárat készíteni. A protokoll itt látható. Azt írja, hogy maximum 100 ng ribodepletált RNS-ből indulhatunk, és így fogom kikalkulálni az alábbi koncentrációk alapján. Az első lépés az RNS-ek fragmentálása, hiszen jelenleg elméletileg teljes hosszúságú RNS-eink vannak, ez azt jelenti, hogy amekkora RNS-ek gyakorlatilag leíródtak a DNS-ről, azokat mintaformában izoláltuk, viszont rövid szekvenálást fogunk végezni. Ehhez nem ideálisak a teljes hosszúságú RNS-ek, ezért ezeket fragmentálni kell. Az egyik lehetőség az az, hogy a kit által szolgáltatott úgynevezett RNS fragmentáló puffert használjuk. A másik lehetőség a szonikálás, ezt majd később bemutatom. Ez egy alternatíva, de most ezzel nem élünk. A fragmentáláshoz tehát össze kell mérni a fragmentáló puffert, az RNS-t, és összepipettázást követően 10 percen keresztül 95 fokon kell inkubálni, melegíteni, majd azonnal jégre tenni. A 95 fokos inkubáció PCR gépünkben fog megtörténni, ugyanis ez a készülék azért jobb, mint egy sima termoblokk, mert a teteje is fűthető. Ugye a 95 fok az nagyon meleg, elpárolog, mert tulajdonképpen is a csőnek a tetejébe csapódnak ki az összes mintánk, ami nem kedvező, ezért egy ilyen felülről melegíthető eszközt érdemes használni. Igazából a protokoll már be is van írva, a Next-Tech QRNA Fragmentation protokoll kell nekünk. Használtuk már korábban, de azért leellenőrizzük. 95 fok, 10 perc, így van. Save, 19 mikroliter, save and exit. Okay. És akkor azt mondjuk neki, hogy start run. És a mintákat majd csak akkor teszem be, amikor nagyjából már eléri a 95 fokos hőmérsékletet. Ez
közelítünk, úgyhogy beteszem egyiket. Másikat becsukjuk, és akkor innentől kezdve kicsit több mint 10 percünk, mert jobb felül írja, itt látható, hogy kicsit több mint 10 percig tart még a folyamat. Megfeledik a mintánk, előkészítem a következő reagánsokat, amelyek az első 100 szintésre szükségesek. Tehát ugye a fragmentációt követően egységnyi fragmenseket, néhány száz bázisváros RNS fragmenseket fogunk kapni, és ezekről az RNS darabkákról fogunk random primerrel cDNS-t írni. A cDNS írás úgy történik, először, amint említettem, hogy primerrel összekeverjük az RNS-t, és 65 fokra fölmelegítjük ezt az elegyet 5 percre, azért, hogy mind a primer, de főként az RNS mintán, az elveszítse az esetleges másodlagos, harmadlagos struktúráját, tehát a különféle kötések azok felbomoljanak, hogy a lineáris RNS darabkákat kapjunk, hiszen nekünk minden RNS szükséges, hogy cDNS íródjék. Ezt az 5 perces inkubációt követően jégre helyezzük a mintát, és hozzáadjuk a további szükséges komponenseket, ami nem más, mint egy puffer, és az az enzim, a reverse transcriptase enzim, amely a cDNS-ünket el fogja készíteni az RNS-ről. Az inkubáció ezt követően 25 fokon folytatódik 10 percen keresztül, majd a reagáns felmelegíti a készülékünk 50 fokra 50 percre, és végezetül egy inaktivációs lépés következik be 70 fokon 15 percen keresztül. És a következő lépés ezt követően majd a második szárnak a megírása lesz. Belemértem a primert az RNS mintába, mindösszesen 1 mikrotert kellett hozzáadni, most pedig a 65 fokos inkubáció következik. Hozzáadtam a mintánkhoz a puffert és a reverse transcriptase enzimet, most következik tulajdonképpen maga a reverse transzkripció. Ez a protokoll szerint fog történni. És én beteszem a mintákat és elindítom a protokollt. Kicsit több mint 7 perc van még hátra az első szál szintéziséből. Ezt követően a második szál írása fog következni, mert elő is vettem minusz 20 fokról a második szál szintéziséhez szükséges mixet, ami tartalmaz mindent, beleértve nukleotidokat, DUTP-ket, enzimet egyaránt. Jelenleg várakozom, hiszen a mintánk éppen inkubálódik, a második szál szintézise folyik. Ezt a reakciót követően a mintát ki kell tisztítsuk az előző enzimektől, pufferektől. Ezt egy bírás mosással fogjuk elvégezni, mindjárt oda megyek a kamerához közelebb, Ampúr XP bírnek hívják. Egyébként már kimértem belőle 90 mikrotert, annyi fog majd kelleni a mintákhoz, darabonként, és ezt a bíret kivéve még 80%-os alkoholra lesz szükségünk, azt is már elkészítettem. Nem tudom, látszik 80%-ig felírtam, és 90 mikroliter bídek már ki vannak mérve.
A következő lépésünk az adenyláció. Egy úgynevezett adenylációs mixert kell ehhez használni. Ennek a funkciója az, hogy a jelenlegi kétszellú, tompa végű cDNS-ünket úgymond ragadós végűvé tegye. Itt lehet látni pirossal, hogy egy-egy adenil csoport kapcsolódik mindkét DNS szál három vesző végére, és ezek kvázi kikötőhelyként szolgálnak majd a következő lépésben a bárkódok számára. Itt fogjuk a bárkódokat hozzáligálni a cDNS-ünket. A folyamat elindult, fél óra múlva kell folytassuk. Kész vannak az adenylált mintáink, most pedig hozzá fogjuk ligálni a mintákhoz az adaptereket. Ehhez egy ligation mixet, egy olyan mixet használunk, amivel a ligázenzim és a hozzá szükséges puffer is benne van, illetve másik csőben meg megtartok az adapterek, amelyeket a cDNS-ünk két végére hozzá ligálunk. Folyik a minták ligálása a bárkódokkal, ezt követően a már jól ismert exlibides mosás következik. Az alábbi komponenseket használjuk. Most pedig beállítottam a PCR-t, melegszik, be is teszem a mintákat. Közel egy óra múlva kész leszek. Elindult a PCR, ezt követően ismét XP-bead-re kell mosog a mintákat, utána ellenőrizzük a könyvtárak minőségét TapeStation-nál, és utána már csak az következik, hogy az itt látható MySQL készülékbe behelyezzük a mintát, és elindítjuk a szekvenálást. Túl vagyunk a PCR-en, sőt a PCR-t követő bead-es mosáson is. Összeállítottam a reagenst a qubitos méréshez, már benne van egy mikroliter a mintánkból is. Most ugye már kétszellő DNS-ünk van, tehát nyilvánvalóan egy DNS-es reagens kellett használni. Duplaszel a DNS-t kiválasztom, megint csak a nagy érzékenységű reagens az, amit használtunk. Beteszem a mintát, azt mondom, hogy run samples, egy mikrolitert használtam, és leolvassuk a csövet. A koncentrációnk 108 nanogram per mikroliter, ami rendkívül jó, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, mert a szekvenálás hamarosan. Készülünk tehát a könyvtárakkal, itt sorakoznak, a következő lépés, ugye a koncentráció mérésünk megvolt. Az, hogy egyrészt a koncentrációt ellenőrizzük TapeStation-nál, másrészt a minőségüket, a lábraiknak a hosszát is ellenőrizzük, tehát a fragmensek nagyságát, vagy azoknak a hosszát. Ehhez a TapeStation-t használjuk, az alábbi protokollt, követjük, igazából itt az ábrán lehet követni egyszerűen a dolgokat. Kimértem már a szükséges puffert. A mintákhoz az ilyen kékes-zöldes, látszik a csövek alján, nem bírok rázoomolni, de attól még ott van. 3-3 mikrotert mértem ki minden mintához, és ehhez fogok még egy-egy mikrotert a mintákból hozzáadni. Benne vannak tehát a minták és a puffer a stripben, és egy percen keresztül ezzel a készülékkel kell
keverészni. Miután az egy perc letelt, le kell pörgessük centrifugálva a mintáinkat. Centrifugálást követően le kell vegyük a strippeknek a tetejét, ugyanis a gép majd bele fog nyúlkálni a mintáinkba. Így. Be kell tegyük a gépbe a meghatározott pozícióba. A hegyeket már bepukoltam, illetve magát a screen tépet is. Ebben történik majd a minta futtatása és ezáltal a LiveDrake-nek a quality minőség ellenőrzése. Ezt behelyezzük, csak a gépet. Kitöltöttem a gépnek a igényei szerint ezt a kis sample sheetet. Igazából a reagensnek, illetve a screen tape-nek kellett a gyári számát megadni. Mindkettőt a csomagolásról olvastam le. Ezen kívül még meg lehet adni nevet, itt megadta a monogramomat, vagy a mintát, amit konkrétan futtatunk. Három webbe futtatok, mert az Elephant Herpes az kettőbe is beletettem. Egyéb okok miatt kiszámolta a gép, hogy három helyre lesz szüksége. És akkor indíthatjuk is a gépet. Figyelmeztet, hogy ellenőrizzük le, hogy biztosan üres-e a gépnek a szemetese, illetve leszettük-e a tetejét a strippeknek. Ugye ezt az előbb megtettük, úgyhogy indulhatunk. Most ellenőrzi, hogy biztosan elég pipetta benne, hanem pipetta hegy. Zajlik a minőség ellenőrzés, 3 perc van még hátra. Folyamban van a térszésonos quality control, kb. Még 1 perc van hátra. Aztán már csak a szekvenálást kell beindítsuk. Lefutott a térszésön. Itt lehet látni a gélképet, 1-es, 2-es, 3-as minta, ezt lehet látni a középső mintánkat, sokkal-sokkal töményebb, mint a két szélső, ezt igazából már a qubit koncentráció alapján is láthattuk. Én csak a középsőnek a koncentrációt mondtam meg nektek, ezek igazából körülbelül 100-szor olyan híg minták. A koncentráció mérésen túl ez a tape station ilyen grafikonokat is mutat nekünk. Most a középső mintát, a tömény mintát lehet látni. Egy alsó és egy felső marker, ami a kék színű reagensben volt bennem, és ehhez képest viszonyít, hogy az elkészült könyvtárunk átlag fragmens hossza milyen, 382 bázispárra mutatja, és ilyen eloszlásban vannak egyébként a egyes fragmensek a mintánkban. Nézzük az egyes mintánkat, amely sokkal-sokkal alacsonyabb koncentrációjú, azonban ettől függetlenül meg tudja mondani nekünk azt, hogy milyen a read hossz itt, 321, illetve nem read, hanem fragmens hossz, 321 bázispárosra teszi a készülék. Láthattátok, hogy összeállítottam a gép karbantartó mosásához szükséges reagenseket, bekapcsoltam a gépet most, töltődik. Az első alkalommal bekapcsolás követően mindig mosni kell, csak utána lehet meg a szekvenálás. Itt írja a készülék, hogy be kell tenni a előbb elkészített mosó folyadékot ebben a kazettában. Illetve további 375 milli, szintén ugyanazt a mosó folyadékot tartalmazó
üveget is le kell ide helyezni. Ezt aztán le kell csukni. Megcsukjuk a gépet, és váltunk a következő lépésre. Elindult a mosás. Kivettem egy reagens plétet. Hűtőből, minusz 20 fokra, így néz ki. A reagensek előre bele vannak mérve, most szobahőmérsékletű vízben olvadozik, kb. Egy órát kell várni. Amíg olvadnak a reagensek, el kell készíteni meg kell a hidítású könyvtárat. Elkészítettem a könyvtárat a metrohidroxidból, ezáltal a könyvtár denaturálódik. Most zajlik az inkubáció, 5 perc szobahő. Ezt követően egy HD1 nevű hidrizációs puffert kell hozzáadni a bundához. Ezt olyan mennyiségben kell, hogy a számunkra szükséges könyvtár koncentrációt tudjuk felvinni a szekvenálásra, a flószerre. Az esetünkben egy nano flószert fogunk használni, 6 pikomol mennyiségű legyőjével, hívtott legyővel próbáljuk majd kiindulni. Szekvenálásra kész. A szekvenálás úgynevezett flószereken történik. Ez a kitnek a 2-es számú dobozában található. Ebben a kis tartóban. Mindjárt előveszem, ezt is még mosogatni kell, mielőtt használhatjuk a szekvenáláshoz, illetve majd ez a reagáns is kelleni fog, ez a puffer belemegy a szekvenátorba. Így néz ki egy flószer. Ez az előző szekvenálásnak az elhasznált flószerje. Másokat még most fogom mosni. Tulajdonképpen ezen a felületen fog minden reagáns, amit a nagy reagáns plétben láttatok, végig haladni. És tulajdonképpen itt történik a szekvenálás maga. Ez a picike területem. Tehát a készülék mindent belepumpál, minden szükséges enzimet, puffereket, nukleotidokat, amely a szekvenáláshoz szükséges erre a igen kicsike területre. Úgy látom, hogy a reagenseink is jól vattak, mindenféle színes reagensek vannak ebben a reagens plétben, és ebbe kell meghatározott pozícióba ide feltöltenünk az elkészített mintát. Most pedig az elkészített denaturált 600 mikroliter mintánkat felvisszük ide a reagens plét meghatározott helyére. Először ütök rajta egy lyukat, majd pedig felveszem a mintát. 6 pikomol. Ki kell tölteni egy szempősítet, ki kell választani a készüléket, ami nekünk van, az a MySig. Tovább menni. RNS szekvenálás csinálunk meg hozzá. Nem is kis RNS, nem is targetálás, hanem a teljes transzkriptomot. Én ezeket kitöltögettem, most nem játszom végig. A végeredmény egy sample sheet, amit találtam mai dátummal. Lehet látni, hogy beadtam az adaptereket, amiket rá kapcsoltunk a mintákra, illetve a két minta milyen index adaptereket tartalmaz. Most kiválasztjuk az elkészített sample sheet-et. Az adatok majd egy felhőben tárolódnak, amihez le kell lépjünk. Beléptünk, most ki kell választani a sample sheet-et. Ez a mai dátummal. Szempősített beolvasta a program. Nézzük a következő lépést. Load the flow cell.
lépésben kéri a reagensplétet, illetve a buffert, illetve a szemetes üveget, utóbb még nem betettem. Elvileg minden bent van, és a gép ki is pipált mindent, úgyhogy jónak találja a dolgokat, mehetünk tovább. Verdant szekvenálás fogunk, 2x151 bázispáros leolvasásokkal, 8 bázispáros indexeket használtunk. Most ellenőriz még a készülék. Ezek a szekvenátorok különben nagyon érzékenyek a hőmérsékletre, most jelenleg 25 fok van, több is mint 25, úgyhogy bekapcsoltam a klímát, és lejjebb viszem, hogy megfelelő hőmérsékletet tartson majd a szekvenálás során. Úgy néz ki, hogy a gép mindent rendben talált, úgyhogy azt mondjuk, hogy start run. És akkor innentől kezdve kb. Egy nap, mire adatok lesznek, otthonról a felhőn keresztül lehet majd ellenőrizni, hogy hogy áll a szekvenálás. Most itthon vagyok, és az iPad-del fogom leellenőrizni, hogy a BSpace-en megjelennek-e az adatok, illetve hogy hogyan sikerült maga a szekvenálás, hiszen már eltelt több mint egy nap, tehát lefutott. Itt ebben a BSpace felhőrendszerben tároljuk a különböző Illumina futtatásainkat. Itt majd legutóbbi futtatásunk, ez az Elephant Herpes és CHXS PRV minta. Nézzük az összefoglaló adatokat, hogy hogyan sikerült. Hát mindenfajta kvaliti értékeket látunk itt a summary-ben, több mint 90%-osak, ami nagyon jó. Ennek örülünk. A másik információt még meg szeretnék mutatni, az az, hogy itt FASTQ fájlformátumban találhatóak meg az adatok, ezeket kell letölteni a download-dal, most nyilvánvalóan itt a tabletre, iPad-re nem töltöm le, de a számítógép már le vannak töltve, egy úgynevezett mapperrel, térképezővel kell ezt aztán a megfelelő referencia genomra feltérképezni. Majd valamilyen vizualizáló programmal, például az IGV-vel lehet hasonlóképpen nézegetni. Erről a programmal részletesebben majd Balázs beszél. Egyébként ez nem a előbb láthatott szekvenálás eredménye, azok még nincsenek térképezve. Ezek a Torma Gábor munkatársam által küldött HSV adatok. A tudományos eredményeket különféle nemzetközi újságokban szoktuk publikálni. Itt néhány példa arra, hogy Illumina szekvenálással az utóbbi években milyen témában közöltünk, akiket érdekel, ezek ingyenesen letölthetőek. Köszöntök mindenkit az Orvosi Biológiai Intézet genomika laborjában. Ez egy nagyon jó felszerelt laboratóriumnak számít ezen a területen is. Mi a kutatócsoportunk a laborban transzkriptomikai és genomikai kísérleteket végzünk. Gyertek, nézzünk meg egy pár eszközt, hogy mik is találhatók itt a laborban. Az alap, amiből általában kiindulunk, az vagy szövet, vagy sejtminta. És ezekből első lépésként nukleinsavakat kell izolálnunk. Gyakorlataitok során ti is már izoláltatok DNS-t, oszlopon is és hagyományos módszerrel is, RNS-t azonban nem. Az RNS izoláláshoz nagyon fontos, hogy megfelelő körülményeket biztosítsunk, ugyanis az RNS sokkal érzékenyebb, mint a DNS, és nagyon könnyen lebomlik. Ez az RNA-zoknak köszönhető, és szükségünk van egy olyan fülkére, ahol tudunk biztosítani RNA közel RNA-mentes környezetet. Ez a lamina, ez a box, ez sterilizálható UV-fény által, azzal is rá tudunk segíteni, valamint vannak direkt olyan szereink, amik RNA-mentesíteni tudják az egész felületet.
hogyha van RNS-ünk, ugye az RNS-t azért vizsgáljuk egy sejtben vagy egy szövet mintában, hogy meg tudjuk mondani, hogy melyik gén aktív, és az esetleg adott esetben mennyire aktív, hogy képződtek vagy később róla fehérjék, abból is, hogy mennyi lesz. A mellette lévő gép az egy qPCR gép, egy real-time PCR gép. Most nagyon fancy a téma is önmagában, hiszen, mint tudjátok, a vírusnak a kimutatása, a diagnosztikája real-time PCR géppel zajlik. Tehát megnézik, először izolálják a vírusnak az RNS-ét egy szöveti mintából, ezután pedig specifikus primerekkel átírják először reverse transzkripcióval egyszálú cDNS-é, majd felszaporítják, és ezt a felsokszorozást, ezt qPCR géppel csinálják, szépen a görbén pedig, hogyha kaptok pozitív eredményt, akkor egy bizonyos ciklus szám után megjelenik, hogy van benne találat. A laborban, ami számotokra érdekes, a genomika gyakorlat kapcsán, a laboratóriumban találhatók szekvenátorgépek is. Az egyik közülük az Illumina-nak a MySeq nevezetű szekvenátora. Ez egy szintézis alapú szekvenátor, és a nagyon érzékeny optikájának köszönhetően rezgésmentes asztalon kell tartanunk, ugyanis bármi rezgés a környezetben elállítja az optikát, és újra kellene kalibráltatni, ami nem egy olcsó történet. Látjátok, hogy elég nagy masszív szerkezetről van szó, saját hűtési rendszerrel, optikával, a szoftveres feldolgozás is magán a gépen zajlik. Ehhez képest az Oxford Nanopore által gyártott Minion szekvenátort itt láthatjátok. Ha majd úgy veszük a képet, hogy a két szekvenátort egymás mellett nézitek, azért jelentős különbséget észlelhettek, ugyanis ez a kis szekvenátor egy tenyérben elfér. Méretét tekintve ugye sokkal kisebb, mint az Illumina szekvenátor, de hasonló dolgokra alkalmas. Teljesen technológiai különbségek vannak, mint említettem, az Illumina az egy szintézis alapú szekvenátor, az Oxford Nanopore-nak ez a Minion szekvenátora pedig egy ilyen membrán, egy póruson keresztül áthúzza a DNS-t, vagy adott esetben az RNS-t, és töltéskülönbségeket néz, feszültségkülönbséget néz a membrán két oldalán, két oldala között, és ez alapján tudja meghatározni az azon keresztül menő bázisoknak a sorrendjét. Most pedig virtuálisan tudtok csatlakozni egy élő kísérlethez, egy szekvenási könyvtár összeállításába fogtok részt venni. Én ezt már napokkal ezelőtt elkezdtem csinálni, hiszen ez nem egy két perces munkafolyamat. Hogy látjátok, itt van a protokoll előttem, 8 oldalból áll. Onnan indultunk ki, hogy voltak sejtjeink, amelyekből izoláltunk RNS-t. Ezek az RNS-ek közül kihaláztuk azokat az RNS-eket, amelyeknek a három vesző végén poliáforok található, és utána erről a poliáforokról írtuk át az egyszálú cDNS-t, és ezt alakítottuk át kettőszálú DNS-é, vagy kétszálú cDNS-é. Eddig a folyamat viszonylag általános. Innen jön aztán az, hogy melyik szekvenálási technikával dolgoztok, és akkor a könyvtárkészítés az hogyan megy tovább. Az adott esetben én egy direkt cDNS könyvtárat fogok készíteni a Minion szekvenátorra. A Minion szekvenátor igénye innentről kezdve pedig az, hogyha megvan ez a kétszálú cDNS-em, akkor a kétszálú cDNS-nek a végeit egyenesre kell hozni, tehát ilyen blunt végeket kell csinálnunk, nem szabad, hogy túlnyúlóak legyenek, mégpedig azért, mert egyszerre nem egy mintával dolgozok, hanem többel, de ezt a sok mintát én majd egyetlen egy futáson belül szeretném egyszerre futtatni. És hogy később el tudjam különíteni majd az adatfeldolgozás során, nagyon fontos, hogy a mintákra jelölő molekulákat, tehát jelölő DNS szakaszokat, úgynevezett bárkódokat rakjunk rá. És akkor minden mintának lesz egy saját bárkódja. Ezt egy ligálási lépéssel fogjuk megtenni. Ezután, ha ez kész van, akkor pedig szekvenáló adaptereket fogunk még a végére a minden DNS szakasznak rakni. Ez azért nagyon fontos, hogy a szekvenátor ezeket az adaptereket fogja felismerni, és így tudja majd megszekvenálni ennek segítségével az adott DNS mintát. Kezdjük!
Tudni, hogy a könyvtárkészítés folyamata igazából enzimatikus lépésekből áll, és minden enzimatikus lépés között érdemes a mintát kitisztítani az előző reakcióban hozzáadott pufferektől, enzimmaradékoktól, primer darabkáktól, mi egyébtől. Ezt a legegyszerűbb módon úgy tudjuk megcsinálni, hogy ez biotechnológiai cégek által forgalmazott mágnes gyöngyök. Arról híres, hogy képes a nukleinsavakat savakat megkötni, és emellett mágnesezhető. Tehát én a DNS mintámhoz, a reakciómhoz, hogyha hozzáadok megfelelő mennyiségű mágnest, akkor utána, hogyha megkötötte a DNS-ünket, akkor felviszem egy ilyen mágneses tartóra, és itt fog látszódni, hogy szépen ez a mágneses tartó ki fogja húzni a folyadéktérből a kötött DNS molekulákat, a gyöngy és a DNS interakcióját igazából, ki fog tisztulni szépen a folyadék. És így az első lépésben igazából ezeken a barna gyöngyökön marad rajta az én mintám. Hogy tényleg a tisztítási lépés végbe menjen, azt kell csinálnunk, hogy ezt a folyadékot eltávolítjuk, hiszen most a DNS a gyöngyön van rajta, átmossuk 70%-os alkohollal kétszer, hogy lemossuk róla a pufferekből fennmaradt sókat, enzimmaradékokat, és ezután a tiszta DNS-t sima nukleázmentes vízben vissza fogjuk oldani. Szekvenálás elindítása előtt ki kell bontanunk egy flow cellt. Tehát így néz ki az az egység, amin zajlani fog a szekvenálás. Van ez a zöld rész, azon vannak rajta azok a pici kis pórusok, amin majd keresztül fognak menni a DNS molekulák, és az eszköz meg fogja majd mérni a feszültségkülönbséget. Elsőként ezt a flowset bele kell helyeznünk magába a szekvenátor készülékbe. Ezt fogom most megtenni. Kinyitjuk, van benne egy fehér spacer, ezt el kell távolítani, majd ide a helyére a szekvenáló flowset belehelyezzük. És első lépésként fel fogjuk tölteni szekvenáló pufferrel, ez tartalmazza az ATP-t is, amely majd segítségünkre lesz abban, hogy a DNS molekulákat keresztül tudja vinni a membránon. Felszívunk buborékmentesen puffert. Kicsit visszaszívunk belőle, hogy meggyőződjünk róla, hogy ez teljesen légmentes, mert hogyha buborékot viszek véletlen bele a flow cellbe, akkor azon a helyen, ahol buborék képződött, nem fog történni szekvenálás, ami elég nagy veszteséggel jár kísérlet szempontjából. És most 5 percig így hagyjuk, utána pedig fel fogjuk vinni a mintánkat és elindítjuk a szekvenálást. Hát az 5 perc lejárta után egyetlen egy dolgunk maradt hátra, mégpedig az, hogy felvigyük a mintánkat is. A mintafelvitelt megelőzi még egy kis
priming puffernek a betöltése. Ezt fogom most elvégezni, és utána pedig majd felcsipogtatom a mintát. Mint előkészítve. Erre a területre, ahol a pórusok helyezkednek el, ott egy kis lyuk található, ide fogom szépen becsöpögtetni. Szépen fel is ittam. Lezárjuk, és innentről kezdve a szoftvert fogjuk figyelni, elindítunk egy új kísérletet, aminek adok nevet. Hát kitöltöttem a kísérletnek az elnevezését, ki fogom választani azt, hogy milyen könyvtárkészítési módszert alkalmaztam. Rengetegféle van a Minájnon belül is. Ez a része most abból a szempontból lényegtelen, hogy magyarázzak egyebeket. Kimeneti fájlt megadtam, és elindul a futtatás. A futás legelején beállítja szépen a hőmérsékletet a gép, és ezután pedig majd leellenőrzi az adott pórusokat, hogy melyik az, amelyik normálisan működik, és ezek után pedig elkezdődik a szekvenálás. Képernyőn látjátok, hogy most már fut a szekvenálás. Minden kis pont egy pórust mutat, és színkódolva van. A világos zöldekben aktuálisan éppen szekvenálás zajlik, a sötét zöldek olyan pórusok, amelyek szabadok és jól működnek, tehát arra várnak, hogy egy DNS molekula megtalálja őket. A kékkel akkor látjátok, ha lezajlott a szekvenálás is éppen cserélődik, tehát éppen még nem szabad, de látjátok, hogy ez másodpercenként szinte változik, ez annyira gyorsan történik a molekuláknak a ki- és beáramlása a pórusba, hogy itt nem kell annyira sok időt várni. Jó, igazából itt fönt látjátok, hogy már 3 perce megy a szekvenálás, és mintez 72 órán keresztül fog zajlani. Innentről kezdve pedig a bioinformatikai a főszerep, hogy ezeket a szignáladatokat olyan formába hozzuk, hogy azok vizuálisan láthatóak legyenek. Köszöntök mindenkit Stanfordon, ahol a PacBio készülék használatával fogunk megismerkedni. Amint az ember beér a laborba, az első lépés természetesen egy selfie készítést követően az, hogy a szükséges reagenseket, a mi esetünkben a SmartBell Template Prep Kit, amely a PacBio saját készülékéhez gyártott enzim készlet. Ezt elővegyük, félretegyük a bárkódokat, ami a szekvenáláshoz kell, kikeressük a mintákat, kinyomtatjuk a protokollt, és végig gondoljuk azt, hogy mi is fog a szekvenálás során történni. Most röviden megpróbálom összefoglalni, hogyan tudunk elkészíteni PacBio könyvtárakat. Az első lépés
a protokoll szerint a genomi DNS fragmentálása körülbelül 10 kilobázisos darabokra. Ezt csak akkor kell értelemszerűen elvégezni, hogyha nem transzkriptom szekvenást végzünk, hiszen a transzkriptomot szekvenálunk, akkor a darabkáink akkorák, amekkorák az RNS-ek. A egyes szerzetekben ezek ilyen néhány ezer bázispáros darabok általában, így tehát a róluk kéző CDNS-ünk sem nagyobb annál, tehát nincsen szükség sok esetben erre a darabolós lépésre. Ezt követi a DNS végeknek a javítása. Erre azért van szükség, mert a fragmentálás, illetve a CDNS írás esetén is előfordulhat az, hogy nem tökéletes blend, tehát tompa végeket kapunk, tehát a kétszer a DNS két vége nem egyforma a hosszúság, vagy egy nukleotid túlnyúlik, vagy egy néhány nukleotid, és ezeket kell kiegészíteni, illetve lehasogatni a túlnyúló végeket, hogy tompa végeink legyenek, mert egy blend ligáláson kell végezni ezt követően, adaptereket, blend végű adaptereket fogunk hozzákapcsolni a DNS két szelához. A ligálást követően hozzá kell kapcsoljuk a mintához a szekvenáló primereket, majd pedig a polimeráz enzimet, ami a szekvenálást végzi. Na akkor kezdjük a végek javításával. Itt lehet látni, hogy milyen komponensek vannak ehhez szükségünk. Pufferre, ATP-re, DNTP-re, stb. Itt lehet látni a protokollon, ezeket összekeverjük, és csak úgy, mint a másik szekvenálási módszerek esetében, itt is ezeket az enzimatikus reakciókat PCR-készülékben szoktuk elvégezni. A hibajavítás végén egy tisztítási lépés következik. Ez is nagyon hasonlít az Illuminánál vagy a Minionnál már megismert módszerre. Azonban itt az Ampure-nak egy saját, a PacBio-nak egy saját részére gyártott bígyét kell használni, PBB, de ez talán valamivel tisztább. Azt mondják legalábbis, hogy a PacBio készülők jobban szereti, hogyha az ő saját bígyüket használjuk, különben amúgy a folyamat ugyanúgy történik, alkoholos mosás, mágneses tisztítás, a végén előállás, ami még talán a különbség az az, hogy az inkubációs idők azok nem csak pusztán szobahőn történnek, hanem egy úgynevezett ilyen vortex mixerbe kell behelyezzük a csöveket, az eppendő csöveket, amely minta van, és majd látni fogjátok az egyik videóban, hogy ez így forog, és egyben rázza is a mintát. Tisztítás után jön a ligálási lépés. Sok-sok reagens használunk a lábré készítés során, ahogy már említettem, bídes mosások, hada követi egymást. Ez itt a Vortex Mixer, az inkubációk ebben történnek. Sok várakozási lépés is van. Pipettázás és várakozás az inkubációk során. És elérkeztünk a ligáláshoz. A PacBio-nak az az egyik jellegzetessége, hogy az adapterek, amiket hozzákapcsolunk, hozzá ligálunk a kétszálú DNS-ünkhöz, azok ilyen hajtó alakúak, hairpin struktúrájúak, és ennek az a jelentősége, hogy amikor a szekvenálás történik, akkor ugye a két komplementer DNS szelelvelik egymástól, és így ezek az adapterek által kvázi egy lineáris molekulát fogunk kapni, amit a későbbiekben hozzákapcsolt polimeráz enzim, majd látjuk a lábrékészés végén kell hozzákapcsolni, az így körbe-körbe írogatja ezt a cirkuláris molekulát, többször is egy szekvenálás során, így tehát ugyanazt a templátot sokszor leolvassa a készülék, és hogyha egy-egy hiba be is következik a leolvasás során, ez a sokszori körök által korrigálódik, és így nagyon pontos adatokat kapunk. A komponenseket itt látjuk, hogy mi kell a ligáláshoz, a reakciót szintén egy PCR készülékben hajtjuk végre. A ligálást követően egy exonukleázás lépés következik, amely a
hibásan ligálódott termékeket elemészti a rendszerből, ezután több tisztítási lépés következik a már megismert módon. A tisztítást követően primerek hozzákapcsolása a templethoz, majd pedig a polimerász hozzákapcsolása szintén a mintához, és ezt közlemelt a szekvenálás. Folytatjuk a SmartBell template készítést. Ismét mosási lépések. Lassan elkészülnek a könyvtárak. Itt is minden enzimatikus lépést a PCR-gépben végeztünk el. És miután ezt is kitisztítottuk, tulajdonképpen egy koncentráció mérésre van szükség qubittal. Majd a koncentrációk alapján kiszámolni azt, hogy milyen mennyiségű mintát kell hozzákapcsolni a szekvenáló primerekhez, illetve a polimeráz enzimhez. Ezt a PacBio a kalkulátora segít nekünk megmondani a koncentráció alapján, és aztán a binding hittel történik a polimeráz enzim hozzákapcsolása. Ez a binding hit is egy bídes lépésekből álló sorozat. Ez egy harmadik típusú bead, ezt pedig egy ilyen hullamixerrel kell forgatgatni inkubáció során, és ilyen megbeaddel visszük fel tulajdonképpen a mintákat. Tehát itt nem egy tiszta folyadék, hanem egy ilyen beades folyadék az, ami a mintánkat tartalmaz, ezt ilyen 96-os plétekbe kell belepipettázni. Elég nagy munka van egy ilyen könyvtár készítése. Miután elkészültek a megbíd kötött könyvtáraink, elő lehet venni a szekvenáló kitet, ami ebben a szürke tetejű, jégen található dobozban van, aztán elő kell venni a smart celleket, amiket a szemináron is mutattam, és hát a készülék maga nem abban a laborban van, ahol könyvtárkészítés folyik, így aztán valamilyen járművel odébb kell vinni a mintákat. Mérföldeket kell biciklizni, hogy az egyik vagy a másik helyszínre, ahol az egyetemen belül a szekvenátorok vannak, elérkezzünk a mintával. Amikor megérkezünk a géphez, az első feladat az, hogy betápláljuk neki, hogy milyen mintákat fogunk felvinni, hány darabot és azok milyen pozícióban vannak a pléten. Ez a design rend lépés, itt a színes karikák jelzik igazából azokat a pozíciókat a pléten, ahová én a mintákat felvittem. Hogyha elkészült a rend design, akkor ki is kell ezt választani. Igazából egy ilyen nagy számítógép, amit itt látok most. Ez a bazi nagy cucc a szekvenátortól balra, ez maga a számítógépes háttere a gépnek. Két ilyen fiókja van, majd mindjárt látjuk, hogy miket kell ezekbe a fiókokba bepakolni.
Először is fel kell vinni a reagens plétet, amit az előbb már mutattam szürketetővel, ezt most levettem itt róla, hogy lássatok, hogy néz ki, de ezzel a szürketetővel együtt kell felvinni. Az Illumnász hasonlóan ilyen színes reagenseket tartalmaz ez is. Majd a robot ezt a szürketetőt elszurkálja egyébként. Bele kell tenni az úgynevezett smart olajat, illetve mellé az OS enzimet egy önálló kis csőben. Itt jobb oldalt még lehet látni a mixing felirat fölött egy üres plétet, abba fogja a készülék összekeverni, összemixelni a mintánkat és a reagenseket, és alul pedig a mintákat, a sample-t láttátok. Ez van tehát az egyik fiókban. Elég komoly gép. Itt a másik fiókba pedig bal oldalra egymás alá lehet ezeket a 8 pack-es smart cell-eket bepakolászni, itt 1x8-at tettem be. Illetve itt a pipetta hegyeket láttátok még mellette, jobb oldalt. Igazából 6 csomagnyi pipetta hegyet is be lehet rakni, itt nem volt az egész cell, de hát nem is kellett ennyi mintához, 8 mintán volt ebben a szekvenálásban. Egyszer-kétszer még kinyitom, hogy lássátok, hogy néz ki pontosan az egész. És amikor mindent bepakoltam, akkor rá kell menni a tartalom szkennelésére. Mindent leellenőriz a gép, hogy megfelelő mennyiségben rendben van, nem minden. A reagensek azok nem jártak el. Ezt a bárkódok alapján ellenőrzi. Itt látjuk, hogy a szemetesünk üres, ennek nagyon örülünk, itt bal oldalt ki van pipálva. Folytatja tovább az ellenőrzést. Ez eltart egy fél órát legalább. Itt már előrébb járunk, itt látja, hogy megfelelő mennyiségű pipetta hely rendelkezésre áll. Itt a középtájon mutatja, hogy megfelelő mennyiségű smart cell rendelkezésre áll. Ezek a színesek pedig a mintáink pozíciói, hát itt azt mutatja, hogy az egyik reagensünk, illetve két plét reagensünk lejárt, hogy ezeket ki kellett cserélni. Ezt követően folytatja a készülék a munkát, kalibrálja a robotokat, az optikát, és ha minden rendben van, akkor indulhat a szekvenálás maga. Kiszámolta, hogy adott mintaszám esetén, én magam állítottam be, hogy milyen hosszúságú legyen egy-egy mintának a megszekvenálása. Ezt ilyen movie hosszaknak nevezik, movie time-nak. Itt zölddel látjuk egy-két nappal később azt, hogy milyen hosszúságok lettek a leolvasásaink. Jól sikerült minden, úgyhogy örülünk. Stanford az egyik top egyetem a világon. A Mike Snyder vezette genetika tanszék a Stanford Egyetemen, a világvezető genetikai, genomikai intézménye. Itt használtuk a PacBio szekvenátorokat kollaborációs keretek között. És végezetül az újabb PacBio készülék, amint említettem, a Sequel nevet viseli, az előző az RS2 volt, a Real Time Sequencer. Ennek a Sequelnek itt ezen a képen lehet látni, hogy mennyivel nagyobbak az egyes smart cell-jei. Ugyanazt a template preparálási módszert, ugyanazt a kitet kell egyébként hozzá használni. Jó néhány mintát megszakonáltunk ezzel is. Itt is ilyen színes csövecskék vannak, ez a legtöbb kitre jellemző.
megint csak a Vortex módszer, ez egy újabb kiadása. Az inkubálás során van erre szükség. És hát, hogyha minden elkészültünk teljesen hasonlóan, mint az RS2-vel, akkor a mintákat ebbe a szikvel készülve lehet bepakolni. Annak ellenére, hogy ez már nagyobb lefedettséget biztosít, az egy fele olyan költségű készülék, ez körülbelül 150 millió forint. Még mielőtt úgy tűnne, hogy a kutatás egyéni sportág, illetve mielőtt elkezdenénk a BINFO-t és a Realtime PC-t, úgy gondoltuk, hogy azulásképpen bemutatjuk a valós folyamatot. Mert rengeteg együtt gondolkodásból, tervezésből, annál is több labormunkából, laborban való konzultációkból, az adatok értelmezéséből, bioinformatikai elemzésből, statisztikából, az eredmények közös megbeszéléséből, értékeléséből, az adatok lehetséges interpretációjából, illetve a publikáció előkészítéséből áll, rengeteg összpontosítást, koncentrációt igényel. Eredményként fontos publikációk születnek, mint például tavalyi címlapfotós cikkünk, Fancy Microbiology-ban. Jó néhány ezelőtt felvázolt munkafolyamat eredményei láthatóak ezekben a legbajószakvállalásokon apuló publikációkban. Üdvözlök mindenkit, Kakó Balázs vagyok, és a gyakorlat következő részében szeretném bemutatni azt, hogy hogyan tudunk egy szekvenálási eredményt feldolgozni, hogy hogyan tudjuk ezeket az eredményeket vizualizálni, milyen programokat lehet erre használni, és hogy egyáltalán mire lehet ez jó, hogyan néz ki egy ilyen munkafolyamat. És a genomika és a transzkriptomika tudományának a művelését jelentős részében nem csak a laborban, vagy nem a laborban, hanem a számítógép előtt ülve végezzük, hiszen rengeteg adatot generálnak ezek a szekvenáló gépek, és ezeket szükséges feldolgozni, és azért szükségeltetik hozzá némi hozzáértés is, hogy hogyan kell ezeket az adatokat kezelni, meg mit lehet velük csinálni, és milyen programok, milyen eljárások vannak erre. Jelen esetben hosszú read szekvenálások eredményét fogom bemutatni, az alanyunk pedig a humán citomegalovírus lesz. Ugye ez a vírus egy nagyon elterjedt vírus, és igaz, hogy gyakran, vagy leggyakrabban nem okoz különösebb tüneteket, de immunkompromittált egyéneknél, illetve újszülötteknél akár komolyabb szövődménye is lehet, halált is okozhat.
A longrid szekvenálóknak a vírusok esetében azért is van nagy jelentősége, mert akár teljes transzkriptnyi hosszúságú szakaszokat is meg tudnak szekvenálni, ezért különböző transzkript izoformákat fel tudunk ezzel fedezni. Ugye a vírusoknak kevés génjük van, mégis ezzel egy nagy diverzitású transzkriptomot tudnak létrehozni, és pont erre, ennek a vizsgálatára alkalmasak ezek a, vagy alkalmasak jobban talán ezek a long read szekvenálók, mint a rövid read szekvenálók. Ez a szekvenálási eredmény egyébként már le lett publikálva, most, tehát ez egy nyilvánosan hozzáférhető adat, ezért onnan fogom kezdeni ezt a bemutatót, hogy letöltöm az adatokat az NCBI-ról. Itt írjuk, hogy a metódoknál, hogy milyen genomra lett térképezve ezek az eredmények, ezek a szekvenálási eredmények. Ez a kódja. Ezt én már letöltöttem, és ezt fogjuk felhasználni a térképezéshez. Ugyanis egy transzkriptomikai vizsgálat mindig a térképezendő readekkel, illetve a genommal kezdődik, amire ezeket a readeket rátérképezzük. A térképezés azt jelenti, hogy megpróbáljuk ráilleszteni a genomra, de ez lehet akár a gazda genomja is, vagy lehet a vírus genomja, ugye a vírus fertőzött sejtek esetében egy leolvasás származhat a gazda genomjáról, vagy származhat a vírusnak a genomjáról. És ez egyébként az egyik olyan kérdéskör, vagy az egyik olyan vizsgálódási tárgy, hogy hány százalék mondjuk az adott rideknek származik a gazdától, illetve hány százalék származik a vírusoktól, így nézzük meg, hogy megnézhetjük így, hogy a fertőzés szakaszai, különböző szakaszaiban hogy változnak ezek a számok. Tehát a térképezést azt valamilyen genomra kell megtenni, a transzkriptomikában rendelkezésre kell állnia tehát egy genomnak, illetve ugye maguknak, a rideknek. És akkor ennek a térképezésnek az eredményeit fogjuk aztán vizualizálni egy erre alkalmas programmal, amit úgy hívnak, hogy AGV. Magát a térképezést is különböző programokkal lehet csinálni, mi itt a Minimap 2-t használtunk, mert az volt tapasztalat, hogy a hosszú rideknél ez nagyon jól működik, de egyébként nagyon sok típusú program, nagyon sok program van erre. Illetve a harmadik dolog, amire még szükségünk van, az pedig az a genomnak az annotációja, tehát az, hogy maga a genom file, amit letöltünk az NCBI-ról, az csak egy szekvencia, tulajdonképpen ugye ATCG, ATTCG szakbetűk kombinációja, de az, hogy hol kezdődik az egyik gén és hol ér véget, vagy hol kezdődik a másik, illetve a genomon található egyéb jellegzetességek azok hol helyezkednek el, ez az annotáció tartalmazza, ezt így hívják. Tehát erre is szükségünk van. Magát a térképezést azt nem fogom most megcsinálni, mert az kicsit több ideig tart, ez egy memória, illetve processzor igényes folyamat, de megmutatom a kódot, amivel ezt létre lehetne hozni. Hát itt egyébként, itt, hogyha valaki közelebbről megnézi, akkor látható, hogy az előbb végeztem el, de ezt most eltüntetem. Szóval itt vannak a readek, amiket letöltöttünk, itt a fehérrel jelölt az, amit most fel fogok majd használni, illetve ha visszalépek egyet, akkor látható a genom is, amit letöltöttem. A FASTA file az maga a genom, a GFF file az pedig az annotáció. Ezeket kell beletenni
a nézegető programba, ahhoz, hogy lássuk, hogy a különböző rídek, azok a genomon található egyes génekre hova térképeződtek föl. Egyébként ez a terminál, ez egy ilyen Ubuntu terminál, amit egyszerűen a Windowsból le lehet tölteni, Windows Store-ból le lehet tölteni, és ezeket a különböző programokat, amikkel ezeket a lépéseket meg lehet csinálni, ezeket aztán nyugodtan fel lehet telepíteni, tehát nem szükséges hozzá nagyon túl sok nyertesség informatikában, annyi, hogy nem kell attól megijedni, hogy pár kódot be kell pötyögni ebbe a terminálba. Tehát maga a térképezésnek a kódja is mindössze ennyi volt, amit itt kijelöltem. Tehát ez generálja számunkra azokat az adatokat, amikkel tovább tudunk majd dolgozni. Tehát amikor megvannak ezek megvan a térképezés, megvan a genom, megvan az annotáció, akkor betöltjük a genomot ebbe az IGV nevű programba, ez is egy ingyenesen hozzáférhető program, és behúzzuk rá az annotációt, ami itt található, az EFF file, ugye. És akkor itt meg is jelenik, hogy hol vannak az egyes gének rajta, inszerciók. És aztán bele tudjuk tenni magát a BEM fájlot, ami ugye a térképezésnek felelős. Mindjárt betölti, és akkor meg is jelenik. Tehát itt fent található ez maga a vírusnak a genomja, itt ugye 220 ezer bázispár hosszú, alatta található az annotáció, hogy hol helyezkednek el az egyes gének, rákattintok, és akkor kiadja, hogy mi a gének a neve, mit csinál, ugye DNS applikációban vesz részt ez például, mi a fehérje szekvenciája, stb. Egyéb információkat, és akkor láthatjuk, hogy nagyon sok read az például ide térképeződött erre a génre. Ennek ugye nyilván ugye itt nagyon sok adat van, most ezt így szemre nehéz ebből nehéz ezt így átlátni. De azt is meg tudjuk tenni, hogy egy kicsit így összétömörítjük, és akkor mindjárt jobban látszódik, hogy mely szakaszok azok, ahova a több read térképeződött, mely szakaszok azok, amelyekhez kevesebb read térképeződött, hogy melyik gének azok, amelyek aktívabbak, mely gének azok, amelyek nem annyira aktívak. Ez gyakran jól lehet akkor, hogyha azt szeretnénk megvizsgálni, hogy a fertőzés különböző időpontjaiban például melyik gének aktiválódnak. Ennyi lett volna. Köszönöm szépen a figyelmet. Mielőtt rátérnénk a real-time PCR-re, időzünk egy picit a PCR-eknél. Láttuk, hogy a szekvenálások során fontos szerepük van, hiszen az enzimatikus reakciók többsége PCR-készlékekben zajlik, sokszor pedig ellenőrizni kell egy-egy reakciót követően a termékeket. A PCR-készlékek is elég drága gépek, így hatalmas jelentősége van egy amerikai cég okostelefonról működhetető kis PCR-készülékeinek, és mini elektroforézis rendszereinek. Ezt teszi lehetővé, hogy hallgatóink már elsőskorúban a gyakorlatokon önállóan PCR-ezzenek, és használják ugyanazon cég BlueGel elektroforézis rendszereit a PCR termékek ellenőrzésére.
Emellett a mini PCR és a Minion szekvenátor méretinél fogva egy olyan űrt is betölt, olyan helyekre is eljut a genomika, ahová a többi módszerrel nehézkes volna. Így például a NASA kutatói mindkét készüléket használják az űrben, az asztronauták, illetve a jövő űrturistainak egészségvédelme érdekében. Sziasztok! Itt vagyunk a laboratóriumban, ahol a többi kísérlet is zajlik. A real-time PCR-hez szükségünk van a real-time PCR készülékre. Ez hasonló, mint egy normál PCR készülék, de mégis ellentétben a normál PCR készülékekkel, amik közül egy típus például itt látható, itt zajlik maga a reakció, amit a gyakorlaton is már megismertünk. A real-time PCR-hez egy olyan készüléket kell használnunk, ami fluoreszcencia jelet is tud detektálni. Ráadásul azért, hogy a PCR során a komponensek azok mindig a csőnek a megfelelő alján helyezkedjenek el, vagy megfelelő szintjében helyezkedjenek el, egy rotort látunk itt ebben a készülékben, tehát mint egy centrifuga, ez úgy fog forogni a reakció során, és innen alulról vagy oldalról megvilágítva és detektálva a jelet lehet majd követni a termékeknek, a PCR termékeknek a megjelenését, és majd ezt látni fogjuk a gyakorlat során, hogy meg is tudjuk jeleníteni. Tehát kell egy komputer is, számítógép, szoftverrel ellátva, és nézzük akkor, hogy hogyan zajlik a reakció. A következőkben azt fogom bemutatni, hogy milyen komponensekre van szükségünk a real-time PCR reakcióhoz. Menjünk közelebb az asztalhoz. A hűtőből kikészítettük a primereket. Van egy Eppendorf csövünk, amiben előkészített CDNS virális templát van. Szükségünk van a polimerázra, ami Cybergreen mixel van összekeverve. Fogok készíteni majd egy higítási sort ebből a templátból. 10-szeres, 100-szoros, 1000-szeres és 10000-szeres higításban. A primerekből is készítek egy higítást, és egy mixet fogok aztán majd összepipettázni, és a Cybergreen mixből pedig majd 10-10 mikrolitereket fogunk a pici PCR csövekbe kipipettázni. Szükségünk van még a művelethez, nyilván Eppendorf tippekhez, kicsire, nagyra. Szükségünk van megfelelő pipettákra, 20-as, 100-as és 10 mikroliteres kivitelben, és szükségünk van vízre. Először a jegyzőkönyvnek megfelelő higításokat fogom majd elvégezni. Utána kikészítem a csöveket. Itt, ahogy látható, egy és hogyha minden komponens készen áll, akkor pedig összekeverhetjük majd a PCR-hez való komponenseket. Igazából ugyanúgy zajlik a reakció, mint egy normál PCR-nél.
és szerencsére ez a mix, ez nagyon sokat segít nekünk, ugyanis kevesebbet kell mégiscsak kivetelni. Készen vagyunk a mintákkal, amint itt látható, meg vannak keverve, benne van a primer, benne van a reakcióhoz szükséges összes komponens, enzim, puffer és a templát, ekkor pedig szépen bekészítjük a mintákat a PCR készülékbe, ami szintén itt van előkészítve. Behelyezzük az utolsó mintát is a készülékbe. Lehet látni, hogy itt még hiányzik azért egy pár minta. Ezt pótlom. És kiegészítjük szépen, hogy a forgás közben is ki legyen egyensúlyozva a rotor. Még hiányzik egy minta. Szett. Egy kicsit nehezen megy bele. Nagyon picikék ezek a csövek. Amint kész vagyunk, rá kell tegyük ezt a gyűrűt a rotorra, és utána lecsukhatjuk a készüléket, és lassan indulhat a reakció. Hogyha elkészítettük a mintákat, akkor be kell állítanunk a készüléken, a szoftveren azt, hogy milyen körülmények között menjen a reakció, csak úgy, mint egy normál PCR esetében. Az első lépés az a denaturációs lépés lesz, 94 fokon 25 másodpercig. A következő lépés az annealing primerek hozzákapcsolódása a templáthoz. Itt 60 fokot állítottunk be, és 25 másodpercen keresztül, utána pedig 72 fokon 6 másodpercig fog zajlani az extenzió polimerizáció, mivel nagyon rövid termékeket várunk, elég ezért a 6 másodperc az elegendő lesz. A következő lépés az pedig az úgynevezett melting analízisnek a beállítása. Itt 84 fokot állítottunk be a melting analízishez. Lehet hallani a készüléket, eléggé zúg, és éppen váltja a ciklusokat. Itt lehet látni közben a screenen is az egész folyamatot. Maga a PCR reakció az körülbelül 1 óráig tart, ezzel az idő alatt el tudunk menni éppen ebédelni, vagy bármi mást elintézni, vagy akár tanulni. A real-time PCR reakció egy polimeráz láncreakció. A polimeráz láncreakció a DNS molekulák megsugározására szolgál. A real-time PCR esetében azt használjuk ki, hogy időben tudjuk követni a PCR termékeknek a növekedését. Ezzel időt spórolunk meg, nem kell gél-elektroforézist véghez vinni ahhoz, hogy megnézzük, hogy sikeres volt-e a reakció. Illetve azt is meg tudjuk nagyon gyorsan mondani, hogy azok a PCR termékek, amiket kaptunk, azok valóban specifikusak-e, hogyha egy úgynevezett olvadási pont görbe analízist végzünk. Nézzük, hogy mi történik a PCR során. Hogyha időben szeretnénk követni a reakciót, akkor ezt fluoreszcencia segítségével tehetjük meg. Ábrázoljuk az X-tengelyen az időt, az Y-tengelyen pedig a fluoreszcenciát. Egy olyan komponense van a real-time PCR puffernek, ami az úgynevezett Cyber Green, ez képes felismerni a dupla szálú DNS molekulákat, azokhoz hozzá tud kötődni, nem specifikusan, és
hogyha megvilágítjuk magát a reakció elegyet, például UV-fénnyel, akkor egy fluoreszencia jelet tudunk majd aztán detektálni. A PCR során, ahogy telik az idő, úgy növekszik az egyes termékeknek a koncentrációja. Azt látjuk a görbén, hogy ha több különböző primertárt használunk, akkor vagy akár időbeli sorozatot használunk ugyanazzal a primertárral, és nézzük azt, hogy időben hogyan változik az egyes termékeknek a mennyisége. Az esetünkben két példát látunk. Egyes és kettes termék, és az a pont, ahol a háttérből elválnak a fluoreszcencia jelek, és amit a készülék képes detektálni, az úgynevezett CT pontnak nevezzük, vagy cycling thresholdnak. Az adott példánkban CT1 és CT2 az különbözik. Az egyik termékünk időben korábban, a másik termékünk időben később emelkedik ki a háttérből. Láthatjuk azt, hogy a CT1 az kisebb, mint a CT2. Mit tudunk mondani vajon a koncentrációjáról az adott termékeknek? Melyiknek nagyobb és melyiknek kisebb a koncentrációja? A termék 1-nek, vagy pedig a termék 2-nek? A válasz az az egyes termék esetében az, hogy nagyobb a koncentráció. Képzeljük el azt az esetet, hogy a reakció elején, amikor összeállítjuk, akkor ebben az esetben, az egyes termék esetében, az Eppendorf csőben már a kiindulás során nagyon sok templátunk van. A kettes minta esetében a nulladik időpontban sokkal kevesebb termékünk, ezért több időre van szüksége a polimeráznak, hogy ugyanannyi terméket legyártson. Időben tehát szépen elkülönül a két termék, és ezzel vissza lehet következtetni arra, hogy mennyi volt a kiindulási termékeknek a mennyisége. Különösen akkor, hogyha egy referencia sorozatunk van, és ehhez a referencia sorozathoz ismert koncentrációjú DNS molekulákhoz viszonyítjuk az ismeretlen koncentrációjú mintákat. Hogyan lehet detektálni a fluoreszcencia jelet? A fluoreszcencia jelet, amit említettem, ez az úgynevezett Cyber Green molekulával lehet. Nem az időt, hanem a hőmérsékletet ábrázoljuk. Az Y-tengelyen ugyanúgy a fluoreszcenciát, és egy adott DNS molekulát elkezdünk melegíteni, egy ilyen elegyet elkezdünk melegíteni. Nyilván ezt tudjuk, hogy felszakadnak a hidrogén híd kötések, elválik egymástól a két szál, és most jön ez a speciális DNS kötő molekula, ami fluoreszkálni is képes. Hogyha megvilágítjuk a reakció elegyünket, például
UV-fénnyel, akkor az reakció elejében lévő cyber green molekulák azok képesek interkalálódni, hozzákapcsolódni a dupla szálú DNS-hez. Tehát itt ebben a formában a dupla szálú a DNS molekulák hozzá tudnak kapcsolódni ezek a cyber green molekulák. Amint melegítjük az eleget, úgy fogja elengedni a DNS ezt a festéket. Tehát amint egyszálúvá válik a DNS a melegítés hatására, úgy engedi el a cyber green festéket is, és ebben az esetben, amikor egyszálúvá válik a DNS, a szabaddá váló cyber green molekulák azok viszont már nem gerjeszthetőek, és nem kapunk fluoreszencia jelet. Ahogy egyszálúvá válik a DNS molekulánk, szépen úgy fog csökkenni a detektált fluoreszencia jel. Hogyha azonban a fluoreszencia intenzitás változását próbáljuk megjeleníteni, tehát nem csak simán az F-et, a fluoreszenciát, hanem a delta F-et, tehát a fluoreszencia változását, akkor egy kicsit más lefutású görbét kapunk, és ezzel meg lehet állapítani az úgynevezett inflexiós pontot, azt a pontot, ahol megolvad a DNS molekulánk, és az egyik fele még dupla szálú, a másik fele azonban már csak egy szálú. Ezt a pontot, ezt TM-nek, melting pointnak, vagy olvadás pontnak szoktuk nevezni, és ez specifikus a DNS molekulára, specifikus a PCR termékünkre. Mitől függ vajon ez a melting point, tehát az olvadás pont? Egyrészt függ attól, hogy milyen hosszú az adott PCR termékünk. Minél hosszabb, nyilván annál több hőre, annál több energiára van szükség ahhoz, hogy megolvasszuk azt a terméket. Függ a GC tartalomtól. Guanin-citozin között 3 hidrogénhíd kötés van, és ezért itt is több energiát kell befektetni, hogy egy adott DNS molekulát megolvasszunk, amiben például csak adenin vagy csak timin lenne. Mire jó ez az olvadáspont analízis? Hogyha nem csak egy termékünk van, hanem például több termékünk van, akkor a PCR reakció lejárta után elvégezve ezt az olvadáspont analízist, meg tudjuk állapítani, hogy a kapott termékek olvadáspontja az pontosan mekkora. Ezzel el lehet őket különíteni egyrészt, lehet látni azt, hogy két különböző termékről van szó, és nem ugyanarról, illetve előfordulhatnak olyan esetek is, amikor ilyen válla van a görbének. Ez azt jelenti, hogy egy adott PCR reakció során más olvadáspontú termékek is keletkeztek. Tipikusan ilyenek a primer dimerek. A primerek képesek önmagukkal is kapcsolódni, képesek egymással összekapcsolódni, és a polimeráz ezt felismerve fals pozitív termékeket fog majd generálni. Ezeknek az olvadáspontja azonban mindig jóval alacsonyabb, mint a kívánt termék, mert az ilyen primer dimerekből képződő termékeknek a hossza az általában jóval kisebb szokott lenni. Tehát szépen el tudjuk a nem specifikus termékektől a primerekből adódó fals pozitív termékeket különíteni. Azzal tehát, hogy megállapítjuk a PCR reakció során képződő termékeknek az olvadáspontját, meg is tudjuk határozni, vagy tudunk következtetni arra, hogy milyen ezeknek a guanin-citozin tartalma. Hogyha a kettes terméknek magasabb az olvadáspontja, mint az egyes terméknek, akkor azt tudjuk mondani, hogy a GC tartalom az egyes esetében alacsonyabb, mint a kettes esetében, vagy pedig a hossz
egyes termék esetében rövidebb, mint a kettes termék esetében. Nézzük meg, menjünk be a laboratóriumba, hogy milyen lett a reakciónak az eredménye. Természetesen csak is intézeti lábbeliben. A képernyőt mindjárt megmutatom, véget is ért a reakció, és lehet majd látni, hogy hogyan sikerült az egyes mintáknál. Ha megnyitjuk a programot, akkor láthatjuk, hogy itt van az eredmény. Az X-tengelyen láthatóak a ciklusok, 35 ciklus, az Y-tengelyen pedig a fluoreszcencia. Nézzük, hogy miket tudunk beállítani. Például át tudjuk állítani az Y-tengelyt, hogy jobban lássuk a görbéket. Ki tudunk kapcsolni minden egyes mintát, és így egyenként meg tudjuk őket nézni. Ez nagyon hasznos akkor, hogyha össze szeretnénk hasonlítani az egymás mellett lévő mintákat. Vannak ugye különböző higításaink, 10-szeres, 100-szoros, 1000, 10000-szeres, és láthatjuk azt, hogy a higításoknak megfelelően más-más intenzitású és magasságú görbéket kapunk. Hogyha elvégezzük az olvadáspont analízist, akkor itt láthatóak a görbék, és kikapcsoljuk azokat a mintákat, amikre mondjuk nincsen szükségünk, vagy ha jobban átlássuk a képet. Lehet itt látni például, hogy a zöld színnel jelölt görbék olyan 85 és 90 fok között, mondjuk 87 foknál tartalmaznak egy olvadáspontot. Az ORF1G-n pedig 82 foknál körülbelül. Nagyon sokféle beállítási lehetőség van még a programban. Hogyha lenne egy referencia mintánk, akkor koncentrációkat is tudnánk számolni. És itt látjuk az összesítést. Alapvetően ez az a panel a programban, amivel a CT értékeket a gép automatikusan kiszámolja. Tehát lehet látni, hogy higításonként eltérőek ezek a görbék, és ahogy haladunk a nagyobb higítás felé, úgy egyre később és később jönnek fel időben a különböző termékek. A bal oldalon pedig lehet látni, hogy a melting analízisnek milyen eredménye van. Tehát van egy magasabb olvadáspontú termékünk, alacsonyabb olvadáspontú termékünk, és itt a bal oldalon ezek a vállai a görbének, ezek azok, amik a primer dimereket jelentik valószínűleg. Alul a kis intenzitású, tehát kis mennyiségben jelenlévő, későn jövő minták, és itt, hogy nő a fluoreszcencia változás, a hőmérsékletbeli változása, úgy lehet látni azt, hogy nagyobb koncentrációban voltak jelen a minták. Hát ez volt akkor az analízis, hogyha szeretnénk exportálni az értékeket, akkor azokat megtehetjük, és utána mindenféle számolásokat elvégezhetünk velük. Tulajdonképpen ezt a tesztet végzik el a koronavírus tesztelés során is, és ennek a görbének a mintázata alapján meg lehet állapítani azt, hogy milyen koncentrációban van jelen egy adott vírus, illetve annak a genómja az adott mintában. Tehát összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a real-time PCR során időben tudjuk nyomon követni a képződő termékeknek a mennyiségét, tudjuk követni azoknak a minőségét is, akkor, hogyha elvégzünk egy úgynevezett olvadáspont analízist, és ellentétben a hagyományos PCR-rel nem kell egy
gélelektroforézist elvégeznünk, a normális PCR esetében itt még jönne a reakció után egy gél elektroforézis, ebben az esetben azonban ezt elhagyhatjuk. A hagyományos PCR-t ezért nevezhetjük end point PCR-nek is, míg a real-time PCR-t nevezhetjük qPCR-nek is. A Q ebben az esetben a quantity-re utal, azaz mennyiségi analízisre is képes a CT értékek összehasonlításából. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok! Az itt látható DPCR már nem fér bele az időnkbe, viszont néhány real-time PCR-es cikkünket itt olvashatjátok. Beszéltünk önöknek. A jövőtől nem kell félniük, hiszen ezt teszik, akkor a modern orvoslástól félnek. Ha végignézték ezt a két órás videót, valószínűleg azt tapasztalták, hogy elég nehéz témákról van szó, nehezen érthető tudományos problémákról. De hát ez lesz a jövő orvoslása. Ez lesz a modern orvoslás technológiája. Lehetséges, hogy önök közül sokan nem fognak ezekkel foglalkozni, de ezeknek a technológiák által nyújtott eredményeket mindenképpen értékelni fogják. Tehát az, hogyha tudják, hogy mi folyik a háttérben, az egy alapvető dolog ahhoz, hogy meg is értsék, hogy mire vonatkoznak ezek, hogy hogyan kell az eredményeket értékelni. Mire végeznek a tanulmányaikkal, valószínűleg az orvoslás teljesen más lesz, mint a mostani. Mi a főkódus keretében oktatjuk önöknek a jövőt. Valószínűleg egy néhány éven belül ezeknek az elemei meg fognak valósulni. Teljesen más lesz az orvoslásnak a technológiája, meg fog változni az orvos és a beteg viszony, meg fog változni az orvoslás alulfinanszírozottsága, elsősorban a technológiai fejlettség következtében az olyan technológiák, amik például a személyre szabott gyógyászat, vagy a génterápia, a különféle genetikai diagnosztikák, ideértve a genetikai profilkészítést és őssejtterápiák. Szóval rengeteg olyan terület van, amiről csak az órán hallanak, illetve egy-két elvétett eset van még, főleg a fejlett országokban, de néhány éven belül ezek valószínűleg el fogják árasztani a klinikumot. Készüljünk fel, készüljenek fel erre a lehetőségre, azáltal, hogy jól megtanulják a tárgyunkat.
Sziasztok! Nem tudom, ti hogy érzettek a biológiához, de én nagyon jó. Én, hogyha nagy leszek, biológus leszek.